Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőit. Egy újabb Családőrzők műsorral jelentkezünk. Köszönjük szépen, hogy itt vannak, bízom benne, hogy nem fogják megbánni. És köszöntöm nagy szeretettel mai vendégeinket, Papp Csilla életvezetési szakértőt, párkapcsolati mediátort. Szia Csilla, szeretettel köszöntök mindenkit. Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét, egészségfejlesztőt és mozgásterapeutát. Szervusztok. És van egy olyan vendégünk, akit először láthatnak ebben a csapatban, de szerintem a városban jól ismerik, hiszen nagyon sokat dolgozik, és nagyon sokat dolgozik a közért, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt van velünk Bálesné Elekes Rita, a Széna Egyesület a Családokért elnöke. Én is nagyon sok szeretettel köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy itt lehetek. Valójában Székesfehérváron a Széna Egyesület neve már tényleg a haféle fogalom, hiszen mindenki ismeri, nagyon sokat dolgoztok, nagyon sok mindenben vagytok jelen, és hát ugye hosszú múltra tekint vissza. Én azt hiszem, hogy ha a hölgyek megengedik, kezdjük azzal, hogy egy kicsit ismerjük meg az Egyesület munkáját. Hát tényleg már 26 éve működik maga a szervezet. Igazából már több generáció vezette is, tehát előttem is, aki volt, még a szüleink hozták létre, még 95-ben, és rendes nagycsaládos, hagyományos szervezetként indult, és éltük is a hétköznapjait a nagycsaládos életnek. Közben mindenkinek a családjában is felnőttek ezek a gyerekek, akik akkor még kicsik voltak, és hát átvettük a további vezetést, és lassan már érik az is, hogy majd mi is tovább fogjuk adni, megmondom őszintén, mert már jön a következő generáció, akiknek mindig azok tudják a legjobban, akik éppen benne élnek, hogy mi a jó nekik, és ezt szem előtt kell tartani. Magáról a szervezetről tényleg nagyon sok mindent elért, igyekeztünk mindig a családok igényeire alakítani a tevékenységünket. Az elmúlt időszak alatt nagyon sok támogató szolgáltatást csináltunk, és mivel hogy most is egyébként a családokat nagyon jól támogatják szerintem, tehát a nagy családokat legalábbis nagyon kiemelt a támogatásuk, így egy kicsit nekünk átment az irányunk az egyszülősök felé, vagy a fogyatékos gyermeket nevelők felé. Tehát, hogy amerre nagyobb probléma volt, arra fele mozog egy kicsit az Egyesületnek is a tevékenysége, és hát amit kiemelt most igazából ilyen fő zászlóshajunk, ezek a mentális problémák, amik részben a vírus miatt jöttek elő, de amúgy is a fiataloknak a digitális eszközök használata, azok elég erősen befolyásolják a szociális képességeiket, úgyhogy ezekre igyekszünk olyan programokat kialakítani, megtalálni hozzá megfelelő forrást, hogy igazából mi most a gyerekek a fő célcsoportunk, akikkel most foglalkozunk, fiatalok, tehát a felsősök és a középiskolások, és természetesen hozzájuk kapcsolódva a szülők is, és van egy másik ilyen célcsoport, akik pedig velük foglalkoznak, tehát a szociális szakemberek, pedagógusok, őket próbáljuk különböző csatornákon megtalálni, és tényleg olyan értékteremtő programot átadni nekik, amiket tudnak később használni. Nagy családban nőttél fel, neked is 4 gyermeked van, tehát igazán jól ismered a nagycsaládosokat, és talán a műsorunk első részében is ugye 3-szor fogunk találkozni, úgyhogy sok mindenre lesz majd lehetőségünk. Én arra lennék kíváncsi, hogy tudjuk megfogalmazni, persze itt szakemberek a saját oldalukról, te a saját tapasztalataidról, hogy mi jó egy gyermeknek, hogyha több testvére van, vagy ha egy testvére van, vagy esetleg nincs testvére van. Tehát miért jó nagy családba, és miért jó esetleg kis családba felnőni? Én a nagy családnak ilyen szempontból csak az előnyeit tudnám hangsúlyozni. Szerintem a tesóknak nagyon jó, tehát az, hogy van testvéred, és van kihez szólni, és mindannyian különbözőek vagyunk, és mindenkinek más jó. Tehát, hogy nagyobb az esélyed, hogy olyat találsz a testvérek között, akivel jobban tudsz beszélgetni, vagy jobban megérted egymást. Aki egyedül él gyermek, ő neki nehéz barát, tehát, hogy nehezebb kialakítani azokat a szociális kapcsolódásait, mint akinek van már testvére, mert
szívja magával, tehát úgy az életébe, ahogy jönnek a konfliktusok, a problémák, azt meg is kell, hogy tanulja megoldani, mert különben nem tud tovább lépni. Sok esetben látom azt, hogy az egyszülősöknél ott a szülő-gyerek kapcsolat az annyira erős, annyira felnő a gyerek a szülőhöz, tehát felnőtt szerepbe kerül sok esetben, hogy nehéz azt úgy kezelni, tehát nagyon tudatosnak kell lenni a szülőnek, hogy gyerek maradjon a gyerek, szülő a szülő, és ez ne boruljon meg. Látom, Zsuzsi kész a válaszol. Nagyon sokszor beszélgettünk erről a témáról, hogyha a gyerek elveszíti a gyerek státuszt, akkor onnantól kezdve az egész család megsérül, de legnagyobb vesztese az a gyerek lesz. A sok gyerekes családnál ott nincs ilyen, mert muszáj kormányozni a hajót. Igen. Tulajdonképpen most a gyerek szempontjából nézzük, és nyugodtan veszek egyetek, ha arról van szó. Akarom mondani, vitázatok kultúrát. Én kíváncsi lennék azért a felnőtt szempontjából is, hogy teszem ezt egy szülőnek, mit jelent az, hogyha egy gyereke van, vagy mit jelent az, hogyha 3-4? Uh-huh. Akkor válaszolok most én erre elsőként. Nekem először egy gyerekem volt, 14 évig, amikor újra gyermekvállalásra adtam a fejem, tehát tulajdonképpen olyan volt, mintha egy-két nevelnék nagyon sokáig, és ami nagyon érdekes volt ebben, és szerintem nagyon izgalmas az, hogy a két gyerek, akik között 14 év korkülönbség van, annyira fantasztikus a jó testvérek, annyira odaadóak egymással, annyira figyelmesek, tehát annyira jól szocializálódtak ebben, hogy nagy különbség van köztük, és akkor még, ami még az egészre ugye öt dolgot rápakol, hogy a párommal kettőnknek 5 gyereke van, viszont nem neveltük őket kisgyerekekként, mert ugye ez egy második kapcsolat, és mindenki felnőtt volt, már kivéve az én lányom volt 12-13 éves, aki azóta már egyetemista, a legkisebb. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy sok gyerekünk van, de igazából azt a fajta klasszikus nagy családosságot, azt nem éltük meg. Viszont mégis az, hogy 14 év után lett egy édes testvére az egyiknek, ugye egy nagyon nagy húzóerő volt a kicsinek a nagy. A nagynak viszont pont jókor érkezett, ugye pont a kamaszkorban, amikor azért főként a lányokkal szoktak nagyobb problémák lenni, és valahogy visszarakta őt abba valamibe, ami szerintem narratív volt és normális volt az ő fejlődése szempontjából. Tehát nem voltak renitens viselkedések, nem voltak egyébként határfeszegetések, viszont 25 éves korában, amikor lediplomázott, akkor úgymond megkésett kamasz volt, és akkor próbálta ki, hiszen a kis testvér érkezése őt átrakta egy másik érzelmi állapotba, másik tudati állapotba, mert annyira nagy hatással volt rá. Látom én is a nagy családos életet, sőt nekem is 2 testvérem volt, és nekem van egy olyan érzésem, hogy amellett, hogy mondtad, hogy jobban szocializálódnak egymáshoz a gyerekek, de mintha több időt tölthetnének a szülővel, hiszen akinek mondjuk 3 gyereke van, rengeteg programot csinál, ha az egyiket az egyik kedvéért, a másikat a másik kedvéért, a harmadikat a harmadik kedvéért, és mennek mindazután ezekre a programokra, ami kialakít közöttük egy ilyenkor, amikor program van, szinte egy ilyen klub életet, én legalábbis ilyeneket látom, de nem tudom, hogy ti hogy gondoljátok, Zsuzsi. Ma délelőtt volt megint az egyik, ugye évzárás felé közeledünk, és ilyenkor mi is átbeszélgetjük a szülőkkel, hogy merre van az előre, hova jutottunk, honnan indultunk, éppen most mi az, ami feszélyez bennünket, mire kellene koncentrálnunk, hogyan tervezzük a nyarat, visszatérünk, nem térünk vissza szeptemberbe, ilyen beszélgetések folynak most. És az egyik nagy családos anyukával beszélgettünk, akinek a 3. gyereke jár most hozzánk. Azért érdekes ez a dolog, mert ugye ismerjük a családot folyamatában a változásait, ahogy születnek a gyerekek, azt is így átéljük velük, és ez a 3. kislány, van egy 4. is azóta már nálunk, hál' Istennek, és ez a 3. kislány most, ahogy nálunk van, az ő élethelyzetéről beszélgetünk, hogy ő milyen nehezen viseli azt, hogy a 2 fiú után született kislányként kivel játszok, hogyan játszok, hogy több testvér van otthon, de mégis probléma az, hogy most te játszol velem, nem én a nagy tesóval játszok, nem én a kicsivel játszok. És akkor mennek ezek a programok, de én azt gondolom, hogy ahol több gyerek van, ott előbb-utóbb a szülő rájön arra, gyorsabban rá szoktak jönni, mint az 1-ke meg a 2 gyerekes szülők, hogy a szülőnek nem kell igazságot tenni a gyerekek között. Nem az ő dolga, nem az ő feladata. És a gyerekek nagyon gyorsan egymással megbeszélik és kialakítják azokat a
helyzeteket, azokat a viselkedési formákat, amiben mindenki megtalálja a helyét. Persze, mindig van egy kicsit vesztesebb, mindig van egy kicsit nyertesebb, de ez hosszú távon kiegyensúlyozódik. Ez nálatok is így van a gyakorlatban, nem? Igen, meg én ezt az intézményben is tudnám mondani. Tehát a gyerekeknél sokkal gyorsabban ők lepacsizzák egymással, hogy lehet, hogy most az elem még csúfolta, utána meg odabújik hozzá, hogy szeretlek. Tehát, hogy ez nem kell mindig annyira komolyan gondolni az adott problémát, mint amekkora feneket néha a szülők kerítenek neki. És itt azt gondolom, hogy az egyke gyerekek szülei, meg még a két gyerekes szülőknél is azt látom, hogy ők sokkal inkább játsszák ezt az anyatigris, meg a megmentő szerepet, meg a védelmi. Hát arra az egyre vigyázni kell, ne viccelj. De a másodikra, meg a harmadikra is, meg a nyolcadikra is ugyanúgy kell vigyázni, én azt gondolom. Itt inkább azt a helyzetet látom az egy gyerekeseknél, amit te mondtál, hogy a gyerek az egy előbb-utóbb egyenrangú félként jelenik meg a családban, és nem marad meg a gyerek létben. A két gyerekeseknél pedig beindul a rivalizáció. Tehát ott nagyon gyakori a rivalizáció, sokkal gyakoribb, mint aztán a három vagy az a több gyerekeseknél. A két gyerekeseknél látom azt, hogy apu, anyu kikihez húz, és akkor kikivel tud jobban, és hogy ezek a gyerekek hogyan próbálják meg aztán kijátszani a szülőket a bizonyos érdekeik mentén. Még annyit ehhez, hogy amikor nekem is sorba is születtek a gyerekek, nem volt túl sok idő közötte, és amikor az elsőnek, még a másodiknak fogod a kezét, de amikor már jön a többi, akkor nem tudod mindegyiknek fogni a kezét. Tehát, hogy ki kell, hogy alakuljon egy olyan bizalom, hogy el kell, hogy higgyed, hogy a gyereket képes arra, hogy megcsinálja egyedül, és megoldja a dolgokat, és ez ad nekik erőt egyébként később, amikor nőnek fel, hogy sokkal önállóbbak, és jobban meg tudják szervezni az életüket. Tehát, hogy ezek nehéz dolgok egyébként, mert engedned kell, de nem is bírod, tehát hogy nem tudsz annyifele szakadni. Nincs időd és energiát sajnálkozni rajta, igen. Nem hagyni kell, hogy önálló legyen minden. Igen, de ebből tényleg rengeteget profitálnak a gyerekek. Igen. Tehát a terápiás helyzetben, hogyha bejön, akkor nálunk mindig kérdés az, hogy hányadik gyerek a családban. Egyrészt tervezett volt, nem volt tervezett, másrészt az, hogy hányadik gyereknek született, és volt-e előtte ilyen-olyan történés. Tehát ez a családi anamnézisben ez nagyon-nagyon sok és fontos információt rejt magában, ezt mindig megkérdezzük. De az, amikor bejön egy harmadik, negyedik gyerek, aki úgy született a családba, úgy érkezett, az teljesen másképp viselkedik. Idegen környezetbe, egy új szituációban, egy ismeretlen emberrel, sokkal-sokkal talpra esettebbek általában ezek a gyerekek. Igen, egyébként mondtál egy kult szót, hogy hányadik gyereknek született. Ennek van valami jelentősége a gyermekek fejlődésében, vagy később, hogyha már úgy külön látjuk? Ez egy egész életre meghatározó, hogy hányadik gyerek vagy a családban. És mit határoz meg? Tehát hányadiknál mit? Ha első gyerek vagy, akkor úttörő vagy. Az azt jelenti, hogy neked kell szülővé varázsolnod az anyád, édesanyádat, meg az édesapádat. Mert addig, amíg te nem születtél meg, ha első gyerek vagy, akkor ők egy házaspár voltak jó esetben. Amikor te megérkeztél, akkor onnantól kezdve te vagy a gyermek, ők lesznek az édesanyja, édesapa, és tanulják rajtad és általad ezt a szerepet. Akkor fognak kialakítani szülői attitűdöket. Akkor fogják egyáltalán megtapasztalni ők ketten összecsiszolni a saját minőségeiket ebben a rendszerben. Na most te úttörő vagy, tehát neked mindig előre meg kell törnöd az utat, neked kell mindig kibrusztolnod mindent a szülőknél. Tehát, hogyha végignézed, az első gyerek az sokkal-sokkal több figyelmet kap mindaddig, amíg meg nem érkezik a második. Na, hova érkezik a második? Volt előtte egy herceg vagy egy hercegnő, erre megszületik a picurka. A herceg meg a hercegnő természetesen megéli, hogy kipottyant a fészekből, holott nem, de mégis, mert az újszülöttel sokkal többet kell foglalkozni. A másodiknak már természetes, hogy ott van előtte valaki. Természetes, hogy én is olyan akarok lenni, mint ő. Természetes, hogy én is azt akarom csinálni, amit ő. Én is oda akarok menni, én is úgy akarom csinálni. És akkor mennek ezek a kis küzdések, kvázi húzza a másodikat az első. Na most, hogyha te második vagy, akkor általában lényegesen jobb az alkalmazkodó képességed, mert neked muszáj alkalmazkodod, mert már egy kialakult helyzetbe érkeztél, és ugyanez a többedikekre meg még inkább igaz. Tehát ez meg fog határozni egy életre. Azt mondják, hogy az első gyerek általában ugye az apja útját járja, az nem azt jelenti, hogy ha apa bányász volt, akkor a kislány is bányász lesz, hanem az azt jelenti, hogy az alap természetét és az alap struktúráját az élethez azt azon az úton fogja vinni. A második az anyja útját járja, tehát ami a nőnek
a természetéből fakad, meg a hozzátartozó részek azt fogja vinni és csinálni. A harmadikat pont nem érdekli egyik se, az megy a világnak, a negyedik az már kész utat kapott a strádát a világ felé. Tehát, és ezt, ha végignézem, a több gyerekes családoknál ez mindig így van. Egyébként ezt még látom. Annyi, bocsánat, hogy a harmad, ahol három gyerek van, én azt figyeltem meg, olvastam is erről nyilván, ti is tudjátok, hogy a középső lesz az, aki előre tör, mert ugye ő kettő között van. És ugye ő volt a második, aztán lesz utána egy kis kedvenc, és a középsőbe alapba kódolva van, hogy ő valamit le akar tenni az asztalra, főként, de mondjuk három fiúról van szó. Ugye három férfi. És ott versengenek az életért, azért, hogy ki lesz a sikeresebb, ki lesz a jobb, és akiket én ismerek, azoknál, például három fiús családoknál többet is ismerek, a középső a legkarakánabb, a legönállóbb, tehát a leg-leg-leg, azt látom, hogy a középsők a legéletrevalóbbak, talán ez a jó megfogalmazás. A másik pedig a másodszülöttnél, hogy megfigyelhetjük azt, és ha most én is visszagondolok, hogy mennyivel rugalmasabb voltam a második gyerekem érkezésénél. Sokkal lazább voltam, sokkal többet engedtem, hiszen már ott volt a kitaposott út. És ha így magunkban nézünk, biztos, hogy mindenkibe feljön az, hogyha mondjuk másodikként született is, hogy neki mennyivel könnyebb volt. Mert hogy ott volt már valaki, aki úgymond tanultak, gyakoroltak, akár így, akár úgy, jól, rosszul, teljesen pedig mindegy. Pedig eltelt már 14 év. Akár, igen, igen. És például nagyon sok elsőszülöttől hallottam azt, hogy bezzeg az öcsém, bezzeg a húgom, neki mindent megengedtek, amit nekem nem. Hányszor hallok ilyet? Hogy nekem még semmit, engem sokkal szigorúbban fogtak. Én gimnáziumba akartam menni, de engem csak szakközépbe engedtek. De már a tesóm mehetett gimibe például. Tehát, hogy annyira más, hát teljesen megváltozunk. Meg ugye hát akkor válunk szülővé, amikor megszületik az első gyerek. Nincsen semmilyen rutinunk. A tapasztalat igazolja mindazt, amit a szakemberek mondanak? Igen. Igen, most így belegondoltam, igen, tehát a nálunk kicsi a korkülönbség az első-második gyerkőc között. Gyerkőc, hát már felnőttek mind a ketten, de lényegében nálunk is az volt, hogy a második gyermek, ő szinte meg sem éreztem, hogy ott van. Tehát az elsőnél mindent végigcsináltunk, amint a nagykönyvben meg van írva. Második gyermek meg csak evett, és aludt, és evett, és aludt. És volt a világ. És teljesen nyugodtan el volt, tehát, hogy... És képzeljétek el mindezt, amikor, hát nálatok kettő ugye érkezett egyszerre. Igen, amikor hármasikrek érkeznek valahova. Egyszer volt alkalmam végignézni egy ilyet, és valahova egy strandra hívtuk meg azt a családot, amiben három pici baba sírt egyszerre. Csak azt figyeltük meg, hogy a strand belépésnél az egyik gyereket olyan szeretettel nyomta az édesanyja, a vadidegen pénztáros kezébe, hogy fogja már meg, míg előveszi a pénzt. Tehát, hogyha egy szem gyereke van, akkor ezt ugyan eszébe meg nem teszi. Eszébe nem jut. Tehát azért ez benne van mindenképpen a papírban. Ami még itt feljött, és ez is érdekes téma lehet, hogy a korkülönbség a gyerekek között, hogy ez hogy alakul ebben. Mondjuk nekem is van példám, mert van egy 9 éve idősebb nővérem, és egy 9 éve fiatalabb húgom, és mindegyikükkel olyan volt a kapcsolat, hogy amíg a kisebb volt, addig gyakorlatilag nem volt kapcsolat, aztán úgy felnőtt korunkra nőttünk össze, de ez nem biztos, hogy törvényszerű. Tehát mennyire jó az, hogyha túl nagy a korkülönbség, vagy mennyire jó az, hogyha túl kicsi? Mindegyiknek van előnye, és mindegyiknek van hátránya, én azt gondolom. A túl nagy korkülönbségnél azt szokták mondani, hogy a második gyerek is első lesz annak dacára, amit mondtál, hogy rutinos vagy már, de azért eltelt 14 év alatt, csak abban gondolok bele, hogy mennyi minden változik a világba, mennyire más eszközök, mennyire más rendszerek, mennyire más módszerek vannak egy pici babával való foglalkozás során, az döbbenet 14 év alatt, nagyon rengeteget változik a világ. De általában, hogyha nagy a korkülönbség, akkor mindegyiket tudjuk egykeként kezelni. Mert hogyha későn érkezik, akkor a nagy már egy teljesen más dimenzióba él, és nincsen úgy kapcsolatuk, hogy a kicsi bölcsödébe megy, a nagy meg középiskolába. Hát mit csinál egy középiskolás egy bölcsödéssel? Jó esetben, ha otthon vannak, akkor valamennyi időt eltölt, eljátszik vele, de neki érettségire kell készülni, a kicsinek meg kell tanulni beszélni. Tehát, hogy nagyon nehéz őket egy platformon emlegetni, aztán később idők során aztán össze tudnak nőni. Ha túl közel vannak egymáshoz, akkor az anyunak megterhelő. Tehát amikor egyik az egyik kezedben van, a másik a másik kezedben van, és akkor most oldjad meg valahogy a helyzetet, az egy sokkal nehezebb élethelyzet, én szerintem a szülők szempontjából. Én tapasztaltam,
Most, amikor én gyerek voltam, tehát hogy mi másfél évente születtünk, és van egy öcsénk, aki nálam 17 évvel fiatalabb. De te is négy gyerekes családból jössz. Igen, én is négy gyerekes családból jövök, csak azért mondom, hogy nekünk, tehát az én öcsém, az majdnem egy idős a gyerekeimmel. Tehát, hogy nekünk már akkora volt ez a 17 évkor különbség, hogy az, nagy, az már generációs ugrás. Igen. Tehát, hogy az... Anyáskodtál felett? Akkor? Igen, hát én tettem folyamatosan tisztába, és akkor... Persze. Igen, gyakoroltam rajta, és akkor nem sok... Tehát, hogy tényleg 3 év van közötte, meg a legnagyobb gyermekem között. Tehát, hogy... Tehát az már nem túl szerencsés, és ő már nagyon egyedül volt, és nagyon felnőttek voltak körülötte, és az se jó. Tehát, hogy ez a testvérek szempontjából szerintem az már túl sok idő. Én azt mondom, hogy az a legideálisabb, hogyha mindegyiknek van a saját korosztályában egy, aki körülötte van. Tehát hogy nálunk ez nagyon szerencsés, hogy a két nagy el van együtt, tehát ők egy generáció, a két kicsi az megint egy tök más generáció, pedig 6 év van közöttük, tehát nem sok. De annyira sok minden változás volt az ott a 6 év alatt, hogy ők már teljesen más dolgokat használnak, tök más a beszédük, tehát hogy most kezdenek így megint, vannak így néha szétmennek, néha összenőnek, tehát hogy kevesebb időt tudnak így együtt tölteni, de mind a két gyerek, ők mind a kettő együtt van, tehát hogy mindegyiknek van társa. Tehát ilyen szempontból tök jó nekik. Csak mondom, hogy ez még a 6 év is olyan, hogy már más. Tehát, hogy az egyik Facebookot használ, a másik csak Instagramot. Tehát, hogy teljesen más, és nem is értik, hogy miről beszélek, amikor megkérdezem, hogy láttad? Nem látta. Tehát, hogy ez teljesen... Igen, de ha belegondolsz abba, amikor a két nagyobb iskolába megy, akkor a két kicsi járni tanul. Azért mondom, hogy... De igen, és tehát, hogy ez teljesen normális minden. Tehát, hogy azért mondom, hogy csak ha most mindegyik egyedül van, akkor valószínűleg ők nehezebben, később érnek össze úgy, hogy együtt tudjanak játszani, vagy egymással tudjanak úgy foglalkozni, hogy megértsék egymás problémáit. Mert igazából ez a kérdés, hogy megérti-e, hogy az adott életszakaszban neki mivel van nehézsége. Hogy azt így meg tudják-e beszélni. Mert igazából ezek a kérdések, hogy ők egymás között, hogy tudnak-e ilyen dolgokról beszélgetni. Meg lehet ezt határozni, hogy a szülő hogy változik, hogyha több gyermeket nevel, vagy hogy változik, hogyha egy gyermeket? Tehát lehet, hogy nem együtt, vagy egyformán fejlődnek a szülők? Persze, biztos más lesz a szülői élet is, élettér is más lesz. Hát most, ha csak egy ilyen profán dologra gondolok, most megint egy 4 gyerekes anyukával beszéltem, neki már nagyobb gyerkőcei vannak, akivel dolgoztam úgy mostanában. A legidősebb lassan pályaválasztás előtt áll, és akkor iskolások mind ilyen szépen sorban, mint az orgona sípok, ott 4 lány van. És akkor arról beszélgettünk, hogy például tartáshiba, és hogy de jó lenne, ha a lányok tudnának járni úszásra. Aha, számolt ki. 4 gyereknek a belépő az úszodába, 4 gyereknek a bérlet az úszómesterhez, 4 gyereknek a ruha, a cipő, a nem tudom én mi, és akkor csak elmentünk az úszodába másfél órára egy héten egyszer. Tehát óriási különbség van egy csomó dologban a 4 gyerek, meg az 1 gyerek között, hogyha az átlag fizetési rendszert nézed. Lehetőségei mások lesznek az 1 gyerekesnek, mint a 4 gyerekesnek adott esetben. Ez se törvényszerű, és nem mindig igaz, de azért vannak különbségek, hogyha ezt megnézzük. De ha azt nézem, szülőként, ha nekem 1 gyerekem van, annak az egynek az útját fogom egyengetni. Minden energiámat, minden szeretetemet, minden gondolatomat arra az 1 gyerekre. Úristen, hányas tett az iskolába, Jézus Máriám, dolgozatírás lesz holnap. Na, ahol 4 gyerek van dolgozatot, írtak, felkészítették, kisfiam, akkor mehetünk aludni. Nem? Igen, én ezt annyit tennék, tehát, hogy egy nagyon erős rugalmasságot kíván, meg azt, hogy tudjál lavírozni, tehát, hogy egy teljesen másfajta logisztikát igényel, meg a szülők részéről, meg tényleg az a hozzáállás, hogy itt nem lehet megállni. Tehát, hogy folyamatosan csinálni kell, nincs nagyon idő azon agyalni. Tehát nekem is, amikor kicsik voltak az ikrek, eszembe nem jutott azon agyalni. Tehát az volt egyik napról a másikra jöttek ész. Tehát, hogy
éljük meg a következő napot. Mégis nekem sokszor tűnik úgy, hogy jobb a hangulat abban a családban, ahol sok gyerek van, hát több gyerek van, mint ahol egy gyerek van. Valahogy úgy érzem, de ha nem így van, akkor majd megbeszéljük legközelebb, sajnos elszaladt az idő. Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést, Fekete Cseri Zsuzsannának, Pap Csillának és Bálesni Erekes Ritának, és köszönjük a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Családőrzők című műsorunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra! Viszontlátásra!